Köszöntöm nézőinket, Önök a Cikádor magazint látják, Lipták Péter vagyok. Nézzük, miről szól a mai magazin. Fákat ültettek a megszületett gyerekekért. Színdarabban készültek az ovisok Szent Márton ünnepe alkalmából. Cseh Tamás dalai csendültek fel a műfázban. Több mint 130 alkotás érkezett a rajzversenyre. Több mint 50 kisgyerek tiszteletére ültettek fát szülei, nagyszülei abban az akcióban, mely évek óta fut sikerrel Bátaszéken. A Városi Könyvtár és a Nagycsaládosok Egyesületének közös akciója olyan sikeres, hogy Bátaszék belterületén nem maradt szabad hely az újabb csemeték számára. Így hát a jövő számára kijelölt építkezési terület benépesítésének első lépéseként a terület parkjának első fáit is elültették. Ő Alex, aki valószínűleg még nem érti, mi történik körülötte. Pedig részese egy történetnek, ami miatta és érte is történik. No meg a további sok száz bátaszéki kisgyerekért, akinek tiszteletére évek óta ültetnek fákat a városban. Szerintünk ez egy jó lehetőség, úgyhogy szerettük volna kihasználni. Ugye? És majd később jó lesz visszajönni. Ez nagyon jó buli. Szerintem jó ötlet egy kicsit zöldíteni a területet. Meg szerettünk volna már előtte is fát, csak sajnos tavaly ugye elmaradt a vírus helyzet miatt. Szerintem jó ötlet. Majd lehet, hogy otthon is ültetünk egyet neki. Gondozni kell a fát is, ahogy a kisgyerkőcöt is. Majd ide járunk locsolni, aztán nézzük, hogy hogyan fejlődik. Reméljük, egy nagyon szép fa lesz belőle. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kötődés még pluszba így a településhez, amire bármikor tud hivatkozni, ha esetleg elkerül innen és hazajön. Akkor van egy fa, ami az ő nevével van ültetve. És nekünk természetesen ez már a második. Ilyen falültetéssel is próbáljuk azt a kötődést erősíteni már a csecsemők és a település között, ami nagyon-nagyon fontos egy település életében. Nagyon-nagyon fontos, mert talán ez is segíti azt, hogy ha kijárják az életiskoláját, akkor visszatérnek Bátaszékre és kötődnek majd szülőtelepülésükhöz. Mintegy 11 évvel ezelőtt találták ki a Nagycsaládosok Egyesülete és a Keresztény Gyula Városi Könyvtár munkatársai, hogy kéne egy olyan kis programot szervezni, ahol már szinte azt lehet mondani, néhány hónapos kortól település és a kis bátaszéki polgár között ki lehet alakítani egy kapcsolatot. És ennek talán az egyik legjobb módja, hogyha valóban egy fát ültet a család a gyermek számára, hiszen egy mondás is van, hogy ültess egy fát, és már nem éltél hiába. Talán ezzel is sikerül egy kis kötődést kialakítani. Másrészt azt gondolom, hogy ha még nem is tudatosan, de egyfajta környezetvédelmi szempont is lehet egy ilyen program, hiszen minél több fát ültetünk, annál tisztább levegőbe tudunk élni, bár Bátaszék, hála jó Istennek, abban a kisvárosi környezetben van, hogy mi azért levegőszennyezéssel ritkán találkozunk, de azt gondolom, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni a környezetvédelméhez, akkor már jó úton haladunk e tekintetben is. Az elmúlt 11 esztendő alatt beteltek a szabad helyek a város zöldövezeteiben, így ezúttal új helyet kellett keresni a faültetési akciónak. Általában hársfát szoktunk ültetni, idén viszont juhart és ezüst juhart ültettünk, és hogyha végig gondoljuk ebben a sok évben mennyi fa került elültetés, ez bő 300 fa csemetét jelent itt Bátaszék belterületén. Mondjuk most egy picit a város szélén vagyunk, de mi ennek is nagyon örülünk. A helyszüke az egy picit későbbiekben gondot fog nekünk okozni, de majd szerintem van egy évünk, hogy kitaláljuk, hogy legközelebb hova menjünk.
és ugye ennek a faültetésnek van egy megszokott menete. Sorszámozunk. Én úgy szoktam mondani a családoknak, hogy kalantúra következik, mert itt bizony össze-vissza raktuk a sorszámokat, a fákat össze-vissza sorszámoztuk be, pontosan azért, hogy elkerüljük azt, hogy itt az első gödröknél megállnak, és akkor mindenki oda szeretne ültetni, nem? Ki milyen sorszámot húz, elmegy, megkeresi, szépen elülteti a kis facsemetéjét. És annak is jelzés értéke van, hogy arra a területre esett a választás, amelyik a rendezési tervben a város további betelepítési, építési övezeteként van számon tartva. A következő évekre ide két új utca építése van tervben, amihez kapcsolódhatnak a most elültetett fák. Alapvetően tényleg az elmúlt 11 esztendőben minden létező helyet, amit parkosításra vagy erdősáv vagy telepítésében gondolkodtunk, azt már beültettünk. Ez talán mutatja is, hogy maga a program is népszerű a bátaszéki családok körében. Itt még jövőre lesz lehetőségünk egy pár tucat fának az elültetésére, utána már valóban gondjaink lesznek a hely kiválasztásában, de szerintem meg fogjuk oldani azt, hogy ha a családok igénylik, és ezt a programot jónak gondolják, kötődési és környezetvédelmi szempontból lesz még olyan hely, ahol tudunk az elkövetkező években is fákat ültetni. A bátaszéki óvoda óvisai színi előadással emlékeztek meg Szent Márton napjáról. A Márton nap tematikája köré épült héten a gyerekek a pedagógusok segítségével feldíszítették a csoportszobákat, lampionokat készítettek és még liba formájú mézes kalácsokat is sütöttek. Lelkesen tapsolnak az ovisok csoporttársaiknak, akik Szent Márton legendájának a történetét adták elő a bátaszéki óvodában. A Mártonnapi témahét keretein belül a gyerekek megismerkedtek a szentet övező mondákkal, történetekkel és a nevéhez fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel. Az eddigi évek programjaitól eltérően a pedagógusok úgy gondolták, hogy az idén egy színi előadással teszik változatossá a Mártonnapi programot. Több csoportból is jelentkeztek vállalkozó szellemű gyerekek, akik szívesen szerepeltek az előadásban. Ezt egy nagyon kis, egyszerű darabbal a gyerekek örömére, tényleg egy örömjáték formájában próbáljuk megjeleníteni. Idén fénytechnikát is alkalmazunk, hogy már csak a lámpásokban, de a színdarab közben is meggyújjanak a fények, és ezzel készülünk reményteljesen erre az ünnepre. Ahol néni, ahol néni, ki volt az a Márton? Gyere ide mellém, elmesélem. Valamikor réges régen élt egyszer egy kisfiú, akit Mártonnak hívtak. A legenda szerint Szent Márton a római császár katonájaként szolgált, és egy hideg téli estén egy koldusnak adta a meleg köpenyének a felét. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus vállán a fél köpenyeggel. Nem sokkal később Márton otthagyta a hadsereget és beállt papnak, hogy Isten szolgálja. De november 11-én nem csak Szent Mártonról emlékeztek meg az emberek. Ekkora fejezték be az aratásokat, a szüretet, ilyenkor kiadták a munkásoknak a bérüket, és a bér mellé mindenki kapott egy-egy hízott libát is, amit még aznap este javallott volt elfogyasztani, hiszen másnap kezdődött a 40 napos böjt. Elbújt az emberek elől a libák közé. De a libák nem maradtak csendben. Képzeld el, hangosan gágogni kezdtek. Így elárulták, hogy oda bújt el. Így az emberek megtalálták, és így püspökké avatták. Márton ezután is jóságos és szerény maradt. Feltehetjük a kérdést, hogy nekünk ma Szent Márton mit jelent, és mi az a kép, amit az óvodás gyerekek elé tudunk állítani.
A Mártonnapi fényünnep, a lúd és a lámpás, mint jelképek kapnak központi szerepet. A német nyelvterületről származó lámpás felvonulással emlékezünk Szent Mártonra, aki a jó cselekedeteket jelképező fényt viszi az otthonokba, vagy juttatja el mindenkinek. Még az 1990-es évek elején az akkori óvodának a vezetője Kis István Lászlóné Müller Zsuzsanna, aki ma nyugalmazott óvodavezető, hozta Bátaszékre, illetve óvodánkba ezt a szép ünnepet, a lámpás felvonulást. Az óvodánkban a gyerekek életkorának megfelelően a mai napot megelőző héten már elkezdődött a készülődés, feldíszítették a csoportszobát, lampionokat, lámpásokat készítettek, aztán mézes kalácsból libákat formáltak, és ezt sütötték a nevelők, gyerekek, szülőkkel együtt készítették. Az idei évben elmaradt a szokásos lámpás felvonulás, így a színi előadás után közös énekléssel és tánccal zárták a programot. Talán maga Cseh Tamás sem gondolta, hogy az általa írt dalok saját korosztályán kívül mást is érdekelnek majd. Pedig ezek a balladák a mai napig annak a kornak a társadalom kritikái, melyben alkotott. Az Asher Oszkár Színház két színésze vállalkozott arra, hogy dalain visszaidézze Cseh Tamás szellemiségét. Egy mosókonyhában, szükséglakásban, éjszaka volt, sötét. Utcáról kaptam a fényt, de én tisztán láttam ott. Minden megvilágosodott. Magamat láttam, tíz év múlva itt. És hallottam ezt a mostani dal hangjait. És attól féltem, nehogy majd ez legyen. Cseh Tamás Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar zeneszerző, énekes, színész, előadó művész, és amit kevesen tudnak róla, rajztanár. Keverte a költészetet a popzenével és lett sikeres, sőt, kultikus alakja a kornak, amelyben élt és alkotott. Egy gitárral mesélte a szocializmust. A társadalom kritikának az a része, ami időhöz kötött, az biztosan megkopott, és a mai fiatalok, akiknek zenélünk, ők már nem is biztos, hogy értik, vagy nem is biztos, tudják ezeket a vonatkozásokat. Viszont sok olyan univerzális dal van, és a műsorunkat főleg ezekre építettük, amelyek viszont inkább azt mondom, hogy elrugaszkodnak attól a hétköznapi valóságtól, vagy a hétköznapotnak attól a valóságától, amit akkor megéltek ők. És innentől kezdve mondjuk egy példát a képre gondolod, tudod, ez mindenkor és mindig ugyanaz fog jelenteni, egy szürreális látomás, és mi azt szeretük volna igazából a műsorban mutatni, hogy nagyon is univerzálissá tudnak válni a dalok. Tehát nagyon is meg tud élni 2021-ben, és ezt azért bizonyítja az is, hogy nagyon sok dal egyébként más feldolgozásokban él, illetve nem csak mi foglalkozunk természetesen ezzel, hanem nagyon sok fiatal ismeri a dalokat. Tehát eljönnek a koncertre, és akkor tudták, hogy XY zenekartól ugyan, de már tudták, és akkor most rájönnek, hogy ez egy Cseh Tamás dal. Ők igazából két ember, tehát hogy a Bereményit ne felejtsük ki ebből a történetből, tehát hogy igazából minden átformálódott, amiről szólt, és ettől szerintünk kapott egy új minőséget is. Tehát a dalok, amiket én most nem akarok neveket mondani, láttam mondjuk a Tomposkátyától kezdve nagyon sok feldolgozását a daloknak, és mindegyik új minőséget tudott teremteni. Természetesen olyan nem lesz, mint amit a Cseh Tamás csinált, őt nem is tudunk, és nem is próbálunk olyat csinálni. Ugye ez minket megsegít abban az, hogy két gitárra vagyunk a színpadon, meg ketten vagyunk a színpadon. És így eleve az elvárás nem jön. Nem úgy érkezik az elvárás felénk, hogy akkor most mutassuk meg ketten ugyanazt, amit ő egyedül tudott. Ez képtelenség.
Pont ezt az átformádást, amit említettél, ezt próbáljuk, hogy valami más minőséget, egy picit másként szólaljanak meg a dalok. Sokan azt állítják, ha valaki meg akarja érteni a rendszerváltás előtti Magyarországot, akkor csak végig kell hallgatnia egy Cseh Tamás lemezt. Kritikusai szerint mindaz, amit csinált, csupán egy réteg számára volt értékes. Rétegzenének gondolom, viszont az, hogy a rétegek, akik azok a réteg, akik megérkeznek az eladásra, hát játszunk mi 15-20 ember előtt is, akiknek a javarésze Cseh Tamás kortársa, de játszottunk már úgy, hogy 20-30 éves emberek előtt főleg. Legutóbb, mikor játszottunk, ott diákok hallgatták figyelemet, tehát azt hiszem, hogy középiskolás diákok voltak, és nekik is ugye a műsorban azért mondunk átkötő szövegeket arról a korról, tehát olyan dolgokat említünk meg, amelyeket ők még természetesen nem ismerhettek. Így egyfajta visszatekintés is maga a dal ezekre a korokra, és ez a fiatalok is így már értékelik. Nincsen más ebben a dalban, nincsen más, csak egy utca, ahol valaha laktak, és még egy délelőtt. A délelőtt, mikor gondoltam, az ablakon kihajítom Évát, aki a halban csomagolt piszkos ruhát. Én egyetemistaként találkoztam vele, de ismertem a nevét, de egyetemistaként kapott el a Szeged Egyetemen, a Somogyi Könyvtárban, kapott el igazából, hogy miről szól ez az egész jelenség. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy hát vannak olyan emberek, akik ezt soha nem fog eljutni, azt gondolom a Cseh Tamási életmű, mert ez, amit mondtál, bizonyos értem, mert réteg zenéről van szó, réteg gondolatokról van szó, mert azért fajsúlyos szövegek, fajsúlyos érzelmek, és ezért nem is mindig könnyű ezeket az érzelmeket, hát, hogy mondjam, átélni, még a nézőtérről sem, föntről sem, a nézőtérről sem, mert ember próbáló. A mai éne biztosan írnának még dalokat Bereményi Gézával, hiszen hatnának rájuk azok a társadalmi jelenségek, amik között élünk. Amiről indult a beszélgetésünk, hogy azért kötődik a társadalomhoz, ez természetesen úgy gondolom, hogy ugyanúgy meg lenne a társadalmi mondani való. Az, hogy mennyi lenne ebből az, ami időtlen, olyan értelemben, hogy univerzális, és mennyi lenne konkrétan korhoz kötött. Ők azért a Levélnővérem 2-ben is már elég bátran szóltak arról a korról, a 20-20 évvel későbbi korról, azt gondolom, hogy ez megmaradna. Tehát a bátorság az mindig jellemző volt rájuk. És attól féltem, nehogy majd így legyen, csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Csak 10 év múlva ne ez a dal legyen. Egy mosókonyhában bárki találtam én azt, hogy mi lesz. A jövőt kértem én, hogy bármit is akar. Ne ez legyen a dal. Több mint 130 alkotás érkezett be a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési ház által meghirdetett rajzversenyre. A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében a kiállítás ünnepélyes megnyitója elmaradt. A legjobb alkotásokat díjazták, az ajándékokat személyesen vitték ki az iskolákba és óvodákba. A művelődési ház munkatársai mindenkit szeretettel várnak, akik szeretnék megnézni a meseillusztrációkból készült kiállítást. Rajzpályázatot hirdetett a bátaszéki Petőfi Sándor művelődési ház az alkotni vágyó óvodások és iskolások számára. A felhívásra a bátaszéki és a környéken élők pályázhattak.
A rajz témájának Bella István Ánimáni mesét mond című művét választották a szervezők, természetesen nem véletlenül. Azért esett erre a választás, mert rendkívül képszerű, nagyon jó kis verses meséről van szó, amelyről azt gondoltuk, hogy sok mindent bele lehet képzelni, gondolni, és meg lehet alkotni, ahogy rajzolni különböző technikákkal. Mi is meglepődtünk, amikor a november 3-ai végdátummal összesen 135 pályamunka érkezett 4 helyről, a bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskolából, az óvodából, illetve a pörbői tagintézményekből, az oviból és az általános iskolából. Ezt követően fölkértük a zsűri tagjait, Mayer Andalt és Görcs Pétert, hogy jöjjenek be a házba, és hát bírálják el a beérkezett illusztrációkat, pályázatokat. Ez meg is történt, és még valamit kértünk, hogy ne legyen az a klasszikus első, második, harmadik helyezés korcsoportonként vagy korosztályonként, tehát az óvodások, az alsó tagozatosok és a felsősök között, hanem döntsön úgy lehetőség szerint a zsűri, hogy amelyik illusztrációról vagy pályamunkáról, alkotásról úgy érzi, hogy az megérdemel díjat, az kapjon. Ennek megfelelően az óvodások között 6, az alsós gyerekek között 7 és a felsős tagozatos diákok között 6 díjat osztottak ki. Ezen kívül 9 külön díj is gazdára talált. Úgy döntöttünk, hogy a jelenléti kiállítás megnyitót mégsem tartjuk meg, mert hogy olyan információink vannak első kézből is, illetve a különböző médiumokból, hogy a koronavírus járvány azért a gyerekek között jobban fölütötte a fejét, illetve terjed. Ezért gondoltuk azt, hogy a közel 110-120 gyerek, hogyha eljön, vagy csak egy nagy részük eljön mondjuk a tesóval, anyával, apával, ráadásul 4 helyről, akkor nagyon sokan lennének, és mi szeretnénk vigyázni a gyerekekre. És ezért született meg az a döntés, hogy az online felületeinken mutatjuk be a díjazott munkákat, illetve aki szeretné, az külön vagy akár kisebb csoportban vagy családostól bejöhet a Petőfi Sándor Művelődési Házba, és akkor megnézheti akár a saját alkotását vagy a díjazott pályamunkákat. A díjakat pedig, amelyeket a Petőfi Sándor Művelődési Ház ajánlott föl, eljuttatjuk, elvisszük az óvodákba, illetve az iskolákba. Az érdeklődők november végéig tekinthetik meg a gyermekek alkotásaiból készült kiállítást a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!